Szeretettel köszöntelek benneteket immáron harmadszor. Folytatjuk a mesét a valószínűségi változókról. A valószínűségi változók numerikus jellemzőinél tartunk továbbra is. A következő dolog a szórás. Ha emlékeztek, múlt órán beszéltünk arról, hogy a várható érték a valószínűségi változóknál azért annyira sokat nem mond a valószínűségi változóról. A szórás azonban megmondja, megmutatja nekünk, hogy a valószínűségi változónak az értékei mennyire szóródnak ez a várható érték körül. Egy kis jelölési gond. Több irodalom alkalmazza ugye a valószínűségi változót. Próbáltam utána nézni, hogy ha több tankönyvet használtok esetleg, vagy más tankönyveket használtok, hogy mire hívjam fel a figyelmeteket. Ugye már beszéltünk erről a H-ról, erről még az előző órákon, hogy erre figyeljetek. Na most ugyanúgy itt a szórásnál, az embernek valahogy logikus, hogyha azt mondja, hogy szórás négyzet, valahova tegye oda a négyzetet. És igen, egyes irodalmakban a szórás és a szórás négyzet épp így van jelölve, hogy nagy D és nagy D négyzet. Vigyázzatok azonban, hogy ezek a jelölések bizonyos irodalmakban megváltozhatnak, és a változásra azért hívom fel a figyelmeteket, mert a nagy D lesz egyes irodalmakban a szórás négyzete, a nagy D négyzet helyett pedig a szórásra, bocsánat, a nagy D-re használjuk a szigmát, a nagy D négyzet lesz a nagy D egyes irodalmakban, a nagy D helyett pedig a szigmát használják. Tehát erre a jelölés különbségre legyetek szívesek nagyon odafigyelni. Én igyekezni fogom használni ezt is, azt is, hogy felhívjam a figyelmeteket, hogy valójában az a fontos, hogy oda mondjátok, hogy most szórásról vagy szórás négyzetről beszéltek-e, ne annyira a jelölés legyen a lényeg. Mikor egy irodalmat kezdtek használni, mindig ezt tisztázzátok le, hogy melyik jelölést használják. Tehát a szórást, még egyszer mondom, szigmával, a szórás négyzetet nagy D-vel jelöli csak egyes irodalom. Illetve a másik irodalmakban pedig a szórás a nagy D, és a szórás négyzetnél oda teszik a négyzetet. Mi a szórás? Tehát itt mutatja a képlet. Amikor a valószínűségi változóból, értékéből kivonjuk a várható értéket, és annak a négyzetének a várható értékét számoljuk ki, akkor kapjuk a szórás négyzetet, és ha ebből a kapott értékből gyököt vonunk, akkor kapjuk meg a szórást. Mindjárt levezetem nektek, hogy ez a számolás helyett alkalmazhatjuk ezt a számolást is, mindjárt megmutatom, hogy miért. Ide írtam csak így képlet formájában, irodalmakban megtaláljátok, annyira nem lényeges, mindjárt levezetem nektek, hogy miért alkalmazható ez ebben a formában. Egy megjegyzés csak ide írtam, hogy abban az esetben, hogyha a valószínűségi változóból kivonjuk a várható értéket és elosztjuk a szórásával, akkor azt mondjuk, hogy standardizáltuk vagy normalizáltuk a valószínűségi változót. Ez azért érdekes, mert ennek a várható értéke nulla, a szórása pedig egy. Erről többet majd néhány órával később, és akkor, hogy visszatérjek erre a képletre, nézzük ennek a bizonyítását, hogy hogy lehet ezt valójában másképp használni. Tehát ugye arról beszéltem most nektek, hogy hogy számolnánk ki a várható értéket ennek a kifejezésnek kicsit másképp. Tehát, hogyha nekem ki kell számolnom a várható értékét az x-ex négyzetének, akkor fogom ezt a, úgymond ugye binómot négyzetre emelem, és akkor az lesz x négyzet, 2x-szer a várható érték, és plusz a várható értéknek a négyzete. Na most ugye emlékezzünk, a múlt órán beszéltünk a várható érték lineáris tulajdonságáról, hogy a konstansot kiengedi maga elé, illetve az összadás kivonással jó viszonyban van. Tehát akkor én ezt szétvehetem, hogy várható értéke az x négyzetnek, mínusz 2-ször várható értéke az x-nek, szor várható értéke az ex-nek. Na most az ex az konstans, mondtuk, hogy a várható érték egy konstansnak marad, ugyanaz a konstans, tehát akkor ez lesz még egyszer. És
plusz várható értéke megint egy konstansnak, az marad ugyanaz a konstans. Ezt a kettőt kivonjuk, tehát akkor ez lesz e az x négyzeten, mínusz e az x négyzeten. Tehát ezzel a képlettel, levezettük itt pillanatok alatt, simán a várható érték tulajdonságai alapján, alkalmazhatjuk tehát ezt a képletet, hogy az x négyzet valószínűségi változó várható értékéből, ugye az ez itt, kivonjuk az x valószínűségi változó várható értékének a négyzetét, és szívesebben számolunk így, mint ezzel a másik módon. Kitérünk még egy pillanatra arra, hogy azt mondtuk itt, hogy a valószínűségi változót, hogyha standardizáljuk, ez azért érdekes, mert itt 0 és 1, próbáljátok ezt otthon levezetni, nagyon egyszerűen ezzel a módszerrel nagyon gyorsan meg lehet kapni, és alá lehet ezt támasztani. A szórás négyzetnek a tulajdonságaiból, na most ugye az előtt mondtam, hogy eltérünk majd a jelölésekben, használom az egyiket is, és a másikat is az miatt, hogy szokjátok, hogy attól függően, hogy melyik irodalomban vagyunk, mindig csak hangsúlyozzuk ki. Azért szeretjük különben a szórás négyzetet nem nagy D négyzetnek, hanem csak nagy D-nek jelölni, tehát most beszélek a szigma nagy D-s jelölésről, ugye, amiről itt mondtam, amiről beszéltem a megjegyzésben, hogy ne húzzuk ennek a négyzetnek az írását. Persze nem baj, hogyha ez a jelölés mellett is döntetek. Tehát azt mondja ez az első tulajdonság, hogy a szórása, ha egy konstansról van szó, akkor az nulla. Annak ellenére, hogy ez abszolút logikus, de nézzük azért meg, mit mondtunk, hogy konstans esetén az azt jelenti, hogy a valószínűségi változó annak a konstansnak az értékét veszi föl biztosan, ugye, tehát egy. Akkor a várható értéke ennek a C, ezt is mondtuk ugye a múlt órán. A szórás négyzetre a képletünk, most vezettük le, várható értéke az X négyzetnek, és a várható értéke a valószínűségi változónak a négyzeten. Mi az X négyzet? Mit mondtunk az előtt? X négyzetet úgy kapunk, hogy az értéket megemeljük, mármint négyzetre emeljük, a valószínűség megmarad. Tehát a várható értéke az x négyzetnek az c négyzet szer 1, ami c négyzet. Tehát akkor ez c négyzet mínusz c a négyzeten, és ez nulla. De még egyszer mondom, ez szerintem teljesen triviálisan is elfogadható. Én a kettest meghagyom nektek, hogy egyedül megpróbáljátok, és akkor a háromast megmutatnám, hogy a szórás négyzete a valószínűségi változónak, hogyha egy konstans hozzá van adva, hogy viselkedik. Menjünk képlet szerint, tehát a képlet azt mondja, hogy a szórás négyzetet úgy kapom meg, hogy négyzetre emelem azt a valószínűségi változót, aminek a szórás négyzetét szeretném számolni, mínusz fogom a várható értékét ennek a valószínűségi változónak, és annak a négyzetét vonom ki belőle. Emeljünk itt négyzetre. Bent a zárójelben, a binom négyzet törvénye alapján itt pedig a valószínűségi változóra a várható érték tulajdonságok alapján szétvesszük, és akkor az lesz várható értéke az x-nek és várható értéke a konstansnak. Itt is kihasználjuk a várható értéket, várható érték linearitását, tehát kiengedi a konstansokat. Jól viselkedik az összeadás kivonással, ugye, ahogy mondjuk diáknyelven. És itt megint van egy binom négyzete, tehát akkor az lesz az EX-nek a négyzete, 2. Itt azért kihasználjuk azt, hogy tudjuk, hogy a várható értéke C-nek az C, és C a négyzetem. Ha megszabadulunk a zárójeltől, akkor a várható érték a az x négyzetnek itt megmarad,
a 2CEX, 2CEX kiesik, az E a C négyzetnek, tudjuk, hogy az C négyzet, tehát a C négyzet kiesik, marad EX a négyzeten, ez még tudjuk, hogy nem más, itt van fönt, mint a DX-nek, vagyis a szórás négyzetnek a képlete. Tehát megkaptuk, hogy a szórás négyzete a várható érték plusz konstansnak, valójában csak a szórás négyzete a valószínűségi változónak. A szórás négyzetéről két valószínűségi változó összegének azért nem beszélek, annak a bizonyítása egész komoly követelmény, illetve előfeltétele, hogy függetlenek legyenek, tehát őnála is valójában létezik, tehát szórás négyzete az x plusz y-nak, az szórás négyzete az x-nek plusz szórás négyzete az y-nak, de erre nem térünk már ki, maradunk csak ebben a három tulajdonságban, és akkor nézzünk feladatot, hogy hogy lehetne feladatokban a szórás négyzetet számolni, illetve alkalmazni. Térjünk vissza még az első órán emlegetett feladatokhoz, amelyeknél akkor most nem kell annyit magyarázni, csak leírjuk a valószínűségi változónak az eloszlását. Tehát, hogy fej jelenik meg, és egyszer dobtam a pénzérmét, lehetséges, hogy nem jelent meg, vagy hogy megjelent. Mind a kettőnek a valószínűsége 1/2. Akkor a várható értéke ennek a valószínűségi változónak 0x1/2 plusz 1x1/2, ami 1/2. Tudjuk, hogy a szórás négyzet kiszámolásához kell a valószínűségi változónknak a négyzete. Még egyszer említem, hogy ez a szórás négyzetünknek a képlete. Tehát kell a valószínűségi változónak a négyzete. Mondtuk, azt úgy csináljuk, hogy az értékeket négyzetre emeljük. 0 négyzeten 0 marad, 1 a négyzeten 1 marad. A valószínűségük nem változik. Tehát akkor nekem ide, hogy számolni tudja, kell a várható értéke ennek az x négyzetnek. Várható értéke az x négyzetnek a várható érték definíciója alapján 0x1/2 plusz 1x1/2, tehát az 1/2. Behelyettesítünk, tehát akkor a várható értéke az x négyzetnek az 1/2, az x valószínűségi változó várható értéke az 1/2, annak a négyzete 1/4, kivonjuk, tehát az 1/4. Ez a szórás négyzet. Ez a szórás négyzet. Ugye? És nekünk a szórást kell kiszámolni, szórást szigmával fogjuk jelölni, az ennek a számnak a gyöke, tehát 1/2. Hangsúlyozom, alkalmazhatjátok a nagy D négyzet, nagy D jelölést is, teljesen mindegy. A B alatti résznél, ha kétszer dobom a fejet, kétszer dobom a pénzérmét, akkor a fej jelenhet meg egyszer se, egyszer vagy kétszer. Összesetek száma ugye 4, abból, hogy egyszer se dobtam fejet, az azt jelenti, hogy mindkétszer írást dobtam, tehát az 1/4-ből, hogy mind a kétszer fejet dobtam, az is 1/4-ből, és hogy egyszer dobtam fejet, az 2/4-ből. Az x négyzetünk úgy kapódik meg, hogy a felső számokat négyzetre emeljük, tehát az értékeket, ne felejtsük el, hogy a valószínűségek nem változnak. A várható értéke az x-nek, tehát megszorozzuk és összeadjuk, az lesz 0x1/4, 1x2/4, 2x1/4, ami 1/2. A várható értéke az x négyzetnek ugyanígy a definíció szerint 0x1/4, 1x2/4, 4x1/4, az 1,5. És akkor a szórás négyzet képlete alapján, nem írom le még egyszer, itt van fönt, az lesz 1,1/2 mínusz 1 a négyzeten, tehát az 1/2. Ez a szórás négyzet, és akkor a szórást megkapjuk, hogyha gyököt vonunk belőle, ami megközelítőleg 0,7. Tehát ugye ez két ismert feladatnál, illetve nézzük meg a dobókockásnál is, már csak az alkalmazás szempontjából. Emlékeztek, hogy ha két dobókockát dobunk egy
idejűleg, akkor a dobott számok összege mehet 2-től 12-ig. És ezeknek a valószínűségei, ha visszanézitek két videóval ezelőtt, meséltük, hogy 2 lesz az összeg, az csak az 1-es és az 1-es dobásánál van az 1 a 36-ból, ugyanúgy a 12-esre is ez érvényes. Hogy 3-at dobunk, az az 1-es, 2-es és a 2-es 1-es, illetve hogy 11-et dobunk, az az 5-ös, 6-os és a 6-os 5-ös, és ezzel a gondolatmenettel itt lesz 3, 4, hogy 6-ot dobunk, arra 5 lehetőségünk van, az 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 és a 3, 3, és hogy 7-et dobunk, arra van 6 lehetőségünk. Az x-nek a négyzete, úgy kapjuk meg, hogy a felső számokat négyzetre emeljük, tehát az értékeket, az x értékeit, de ne felejtsük el, hogy a valószínűségek azok nem változnak. Tehát a valószínűsége, hogy ezt fölveszi továbbra is, ugye, ugyanaz az eloszlású. Tehát 1.36-od, 2.36-od, 3.36-od, 4.36-od, 5.36-od, 6.36-od, 5.36-od, 4.36-od, 3.36-od, 2.36-od és 1.36-od. A várható értéke akkor az x valószínűségi változónak 2-szer 1.36-od plusz 3-szor 2.36-od, és így egészen a 12-szer 1.36-odig, amit hogyha összeadunk, szerintem mindenkinek, még hogyha rákérdeztem volna, az egyenletes eloszlás miatt mindenkinek triviális lett volna a válasz, hogy a várható érték a 7. A szórás négyzetet úgy kapjuk ugye meg, hogy a várható értékéből az x négyzetnek kivonjuk a várható értéknek a négyzetét. A várható értéke az x négyzetnek úgy számolódik ki, hogy 4-szer 1.36-od, 9-szer 2.36-od, és így tovább egészen 144-szer 1.36-odig, ami lesz 1974.36-od. Tehát akkor ebből az 1974.36-odból vonjuk ki a 7-nek a négyzetét, ami megközelítőleg 5,83, tehát akkor a szórás az ennek a gyöke, ami 2,42. Tehát a többi feladatot is, amit első órán csináltunk a valószínűségi változóra, mindnél ki tudjátok számolgatni a várható értékeket és a szórásokat gyakorlásképpen. Azt mondtuk, hogy a szórás négyzet, illetve a szórás többet mond a valószínűségi változóról olyan szempontból, hogy többet mesél róla, mint a várható érték. Arról is szól ez a feladat, hogy bebizonyítjuk, hogy ennek a két valószínűségi változónak a várható értéke ugyanaz, de egyik jobban eltér a várható értéktől, mint a másik. Ugye ezt állapítjuk meg a szórással. Hangsúlyozom, hogy ugye ez a feladat sehol nem tartalmazza azt, hogy a szórást ki kell számolni, de az eltérés a várható értéktől valójában a szórást jelenti. Nézzük, várható értéke az x valószínűségi változónak értékszer valószínűség plusz értékszer valószínűség plusz értékszer valószínűség. Természetesen ezt nem kötelező leírni, rögtön is megszorozgathatjátok őket. Ha ezt kiszámoljuk, nullát kapunk eredményül. Hasonló módon az y valószínűségi változóra ugyanígy elvégezzük a definíció szerinti várható érték kiszámolását. És itt is nullát kapunk. Tehát a várható érték mindkettőnél nulla. De nézzük, mi van a szórással és a szórás négyzettel. Előbb kiszámoljuk az x négyzetet.
Emlékeztek, mondtam, hogy vigyázzatok, ha négyzetre emelitek az értékeket, és kettő érték meg fog egyezni, akkor azoknak a valószínűségeit adjátok össze. Tehát 0,1-nek a négyzete 0,01, és akkor a valószínűség, hogy ezt fölveszi, 0,2. 0,01-nek a négyzete 0,0001, a valószínűségek összege 0,4, és a nulla a négyzeten marad 0, ugye, ha nullát négyzetre emeljük, az 0 marad. Várható értéke ennek az x négyzetnek, én már nem írom le, megszorozzuk ugye ezeket a számokat és összeadjuk, az lesz 0,00204. Ugyanígy az y négyzetnél is oda kell, hogy figyeljetek, hogy 20-nak és 20-nak a négyzete 400, tehát akkor a 400-at 0,3 plusz 0,3 valószínűséggel veszi fel, tehát az 0,6. Hasonló módon a mínusz 10-nek és a 10-nek a négyzete 100, akkor az a 0,2-es valószínűsége, 0 négyzeten az marad 0, és a várható értéke az y négyzetnek, most megint megszorozzuk, és összeadjuk, az lesz 260. És akkor a disperzió, bocsánat, a szórás négyzetnek a kiszámításához alkalmazzuk a képletet a várható értékéből az x négyzetnek, kivonjuk az x várható értékének a négyzetét, és akkor a szórás az ennek a gyöke megközelítőleg 0,045. Az y-nak a szórás négyzetét ugyanígy fogjuk a várható értékéből az y négyzetnek, kivonjuk az y várható értékének a négyzetét, ami 260, tehát akkor a szórása az y-nak megközelítőleg 16,12. Tehát arra a kérdés, hogy melyik tér el jobban a várható értéktől, mivel itt nagyobb a szórás, tehát az y tér el jobban. Tehát itt látjuk, hogy a várható érték nekünk nem sokat mondott, de a szórás már igen, tehát itt mondja, hogy ez a valószínűségi változónak hiába nulla a várható értéke, túl nagy a szórása neki a várható érték körül. A következő feladatunkban megint egy kicsit a tulajdonságok alkalmazásait szeretném átnézni veletek. Azt mondja, az x valószínűségi változó csak két értéket vehet fel, az x1-et és az x2-t. Tehát írom x1-et és az x2-t. X1 értéket veheti fel is az x2-t. Az x1-et, tehát a valószínűsége, hogy az x felveszi az x1-et 0,6, mivel tudjuk, hogy ennek az összege itt 1 kell, hogy legyen, akkor itt tudjuk, hogy ez 0,4. Ne felejtsük el, hogy ez mindig 1 egészet kell, hogy adjon. A várható értéke az x-nek 1,4, tehát megszorozzuk, 0,6-szor x1 plusz 0,4-szer x2, és ez 1,4 kell, hogy legyen, illetve a szórás négyzet 0,24 kell, hogy legyen. Szórás négyzethez ugye kell az x négyzet, amit úgy csinálunk, hogy az értékeket négyzetre emeljük, a valószínűségeket megőrizzük, tehát akkor az lesz 0,6 x1 négyzet plusz 0,4 x2 négyzet, ez nem a szórás négyzet még, ez a várható értéke az x négyzetnek. És akkor a szórás négyzetet úgy kapjuk meg, hogy ebből kivonjuk a várható értéknek a négyzetét, és ez itt mondja a szöveg, egyenlő kell, hogy legyen 0,24-jel. Van két egyenletünk, ugye itt van az egyik egyenletünk,
és itt van a másik. Tehát van két egyenletünk, van egy egyenletrendszer ezáltal. Az egyenletrendszer megoldásával jutunk eredményhez. Először ezt az egyenletet itt rendezzük, tehát ez 0,6x1 a négyzeten, 0,4x2 a négyzeten egyenlő. 0,24-hez hozzáadjuk az 1,96-ot, az 2,2. Elosszuk 0,2-vel, tehát 3x1 a négyzeten plusz 2x2 a négyzeten egyenlő 11. Itt is elosztom 0,2-vel, 3x1 plusz 2x2 egyenlő 7, és akkor innen kifejezzük az x1-et, vagy az x2-t, amelyiket akarjátok, legyen mondjuk rá az x2, behelyettesítjük az x2-t a másik egyenlet x2-inek a helyére, ezt a levezetést én meghagyom nektek egyszerű gyakorlásnak, és megkapjuk, hogy az x1 egyik lehetséges értéke 1, a másik lehetséges értéke 9/5. Ha visszahelyettesítjük az x2-be, megkapjuk, hogy ebben az esetben az x2 az 2, ebben az esetben az x2 az 4/5. De van egy feltételünk, hogy az x1 kisebb kell, hogy legyen x2-től, ebből kifolyólag a második eredményünk nem elfogadható. Így jutottunk oda, hogy az értékek, amiket a mi valószínűségi változónk fölvehet, az 1 és a 2. Tehát a válaszunk az eloszlásra ennyi. Hát a szórás négyzetből ennyit készítettem, meghagyom nektek otthonra a gyakorlás, hogy az első videónkból a feladatokat még átgyakoroljátok, illetve hogy befejezzétek itt azokat a számolásokat, amelyre nekem már nem jutott időm. Köszönöm a figyelmet!